A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet fejlesztésére és korszerűsítésére mintegy 18 milliárd forintot fordít a kormány az Egészséges Budapest program keretében, jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Őt hallják most. A mai bejelentésnek a lényege, hogy itt a második kerületben számos egészségügyi intézmény fejlesztése mellett megkezdődik az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet fejlesztése és korszerűsítése. Ebben az évben is már jelentős összeg kerül erre a célra, 1,4 milliárd forint, egészen pontosan 1 milliárd 453 millió forint. Ebből alapvetően két célra kerül majd támogatás. Az egyik, hogy az intézményben orvostechnológiai, betegbiztonsági és informatikai fejlesztés valósuljon meg, és sor kerüljön az energetikai rendszer modernizálására is. Ennek a 1,4 milliárdnak az egyik része erre megy. A másik része pedig arra fog fordítódni, hogy megkezdődhessen az a tervezői munka, aminek az a célja, hogy egy új épülettel egészüljön majd ki az intézet. Az előzetes tervek szerint a Frankl Leó utcában felépülő új épület 7 szintes, illetve 5 emeletes, 15 ezer négyzetméteres épület lesz, és hát egy új épülettől az a minimális elvárás, hogy ez a 21. századi körülményeket biztosítsa majd az itt dolgozóknak és a itt ellátott betegeknek. Persze tudjuk azt valamennyien jól, hogy az egészségügy területén évtizedes lemaradásokat kell behoznunk. Erről szólt államtitkár úr, szólt elnökasszony is. Nagyon sokan teszünk azért, az itt dolgozók is, hogy az ágazatra fordított költségvetési kiadások növekedjenek, és lehetőség szerint ezek a pótlások megtörténjenek. 2010-hez képest 2018-ban a magyar államkassa több mint 400 milliárd forinttal, egészen pontosan 432 milliárd forinttal többet költ egészségügyi ellátásra, mint korábban. 2010-ben 1228, idén pedig már 1660 milliárd forintot fordítunk el. Persze ez csak a szám, itt röpködnek a számok és az ember ilyenkor kicsit lehúzza a fejét, de sokkal fontosabb ennél, hogy mi történik ezekből az összegekből. Strukturális reformok, államtitkár úr beszélt erről a Egészséges Budapest program keretében, az egészségügyben dolgozók számára biztosított béremeléseket valósítjuk meg, és zajlanak olyan infrastruktúrális fejlesztések, amelyek az ágazat fejlődését segítik elő, nem csak itt a fővárosban, hanem országosan is. 2017-ben erre a célra már 40 milliárd forint volt elkülönítve, ugye Budapest és Pest megyei kórházak fejlesztéséről van szó. Ebből 22 milliárd forint orvostechnológiai beruházásokra ment, és 18 milliárd forint pedig építészeti tervezési célokra indult el. Ezek mellett, ezektől függetlenül, 16 budapesti és főváros környéki szakrendelő, ezen belül két városi kórház járóbeteg ellátásának a fejlesztése, illetve kialakítására 42,6 milliárd forintot tudtunk elkülöníteni. Úgy gondolom, hogy ezek meggyőző érvek amellett, hogy az egészségügy egy olyan ágazat, amelyben a magyar kormány is perspektívát lát. Örülünk annak, hogy az ágazat a teljesítményével jelentősen hozzá tud járulni ahhoz, hogy nem csak a magyar gazdaság, hanem a magyar társadalom reprodukciója is megtörténjen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert hallották, aki bejelentette, hogy 18 milliárd forintból újul meg az ORFI, az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet. Az ellenzék rossz üzenetet küld a gyógyszerészeknek, ezt állítja Nyitrai Zsolt. Az elmúlt években fontos lépés volt a patikák gyógyszerészeti tulajdonba kerülése, és ezt a kormány nem akarja feladni, mondta Nyitrai Zsolt, stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott, a gyógyszerészi kamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Nyitrai Zsoltot hallják. Az ellenzék egy nagyon rossz üzenetet küldött a gyógyszerészeknek. Komáromi Zoltán, aki egyébként a Vizitdíjnak a harcos aktivistája, jelen pillanatban Karácsony Gergely árnyék kormányának a tagja, a következőket írja programjában. Idézet következik. Felülvizsgáljuk a gyógyszertárak versenyellenesen korlátozott szabályozását, megszüntetjük a gyógyszerészek
kötelező többségi tulajdonának a rendszerét. Ezt írja, ezt mondja tehát Komáromi Zoltán, Karácsony Gergely árnyékkormányának a tagja. Ugye ő az az ember, aki az egészségügyi kérdésekben a főnök, ő a megmondó ember e tekintetben. És azért is nagyon rossz és fájdalmas üzenet ez a magyarországi gyógyszerészek, gyógyszerészi társadalom számára, mert hogy 1950. júliusában, hogyha jól emlékszem és pontosak az információim, akkor államosították hazánkban, Magyarországon a gyógyszertárakat. Elvették azt a gyógyszerészektől, és ezek államosításra kerültek. Régi törekvése, célja, álma volt a Magyarországon a gyógyszerészi társadalomnak, hogy ezt sikerüljön visszaállítani. És annak idején még 2009-ben kezdődött el egy intenzív párbeszéd, akkor a Fidesz-KDNP és a Magyar Gyógyszerészi Kamara között, és ez folytatódott 2010 után, amikor a választópolgárok bizalmából megkaptuk a kormányzás felelősségét. A gyógyszerészek összeállították az ő maguk 12 pontját, ezt igyekeztünk figyelembe venni a közös munka folyamán, és hát Magyarország kormánya egy stratégiai megállapodást is kötött a Magyar Gyógyszerészi Kamarával. Ez a régi törekvés, amiről beszéltem önöknek, ez megvalósult, hiszen a gyógyszertárak Magyarországon, a patikák, azok gyógyszerészi többségi tulajdonba kerültek. 2017. január 1-ével megvalósult az, hogy gyógyszerészi többségi tulajdonba kerültek ugye a gyógyszertárak, a patikák, és erre mondja azt, még egyszer felolvasom önöknek az idézetet, Karácsony Gergely árnyékkormányának egészségügyi megmondó embere, hogy felülvizsgáljuk a gyógyszertárak versenyellenesen korlátozott szabályozását, megszüntetjük a gyógyszerészek kötelező többségi tulajdonának a rendszerét. Ez egy fájdalmas és rossz üzenet, már csak a múlt miatt is. A téma kapcsán dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke is elmondta gondolatait. Őt hallják most. Azt kell mondanom, hogy ez a magyar társadalomnak sem szolgálja az érdekét. Volt már egyszer patika liberalizáció Magyarországon, 2006 és 2010 között mindannyian tudjuk ennek a következményeit. Egy súlyos gazdasági válság, egy súlyos szakmai és egy súlyos morális válság alakult ki. Az elmúlt 8 évben, 2010-től egy nagyon komoly, szisztematikus munka kellett ahhoz, hogy ezt a három válságot amennyire lehet leküldjük, és el tudjuk felejteni mindazt, ami a liberalizáció éveiben történt. Tehát még egyszer mondom, nem csak a gyógyszerészeknek, hanem a magyar társadalomnak, a betegeknek sem szolgálja érdekét egy ilyen változás. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét hallották. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A kormány fontos célkitűzése a középszintű közigazgatás átszervezése, gyors, hatékony és ügyfélbarát közigazgatás kiépítése. Ennek a folyamatnak az egyik eleme a kormányablakok kialakítása. Hangzott el Felső Zsolcán, ahol az okmányirodából lett kormányablak. Demeter Ervin kormány megbízottat hallják. Az, hogy egy okmányirodából egy kormányablak lett, sokkal több ügyet lehet elintézni, több mint 1500 ügykört, és azt jelenti még, hogy minden munkanapon és hosszabb időben van nyitva, mint a korábban. Tehát gyakorlatilag a szolgáltatás színvonala is sokat javul. És amit legközelebb nyitunk még Emődön, és a Tiszai pályaudvaron is várható rövid időn belül, hogy kormányablakot nyitunk. A most átadott Felső Zsolcai kormányablakban az idei évben több mint 25 ezer ügyfélre számítanak, mondta dr. Stieber Vivien, a Miskolci Járási Hivatal hivatalvezetője. Az okmányirodában okmányokat intézhetünk, okmányokat kaphatunk, személyi okmányokat, gépjármű okmányokat vehettek át itt az ügyfelek, a kormányablakban pedig számos más szolgáltatásra is lehetőség nyílik, például hiteles tulajdoni lapmásolatokat és térképmásolatokat szerezhetünk be, illetve valamennyi járási hivatalban intézhető ügyben kérelmet adhatunk be, és nagyon sok ügyet itt helyben is el tudnak intézni az ügyfelek. Én erre nagyon büszke vagyok, hiszen én is felsőzsolcai vagyok, és én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő felsőzsolcai életében, hiszen egy közigazgatási központtá válhat ezáltal felsőzsolca. Ugye tavaly is már nagyon sok ügyfelet köszönhettünk, 12.500 ügyfelünk volt, én azt gondolom, hogy ez 20-25 ezer fölé fog nőni ebben az évben.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő szerint a kormányablak átadása Felső Zsolcán a város fejlődésének egy újabb állomása, az itt élőknek pedig könnyebbség a mindennapi hivatali munkák intézésében. Ez tulajdonképpen annak az eredménye, hogy nagyon jól tudunk együtt működni, mind a kormányhivatallal, mind Felső Zsolca önkormányzatával, illetve polgármester úrral is, és Felső Zsolca így egy központi helyé vált már az ügyintézés, közigazgatási ügyintézésekkel kapcsolatban is. Az ügyiratokat fogjuk utasztatni, ha ügyeket intézünk, meg pedig az ügyfeleket. Itt egy ilyen új kormányablak, ahol segíti hozzá az embereket, hogy gyorsabban, sorbaállás nélkül még hatékonyabban tudják elintézni az ügyeiket. A Nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Tudás térkép 2018, ez annak a tudományos fórumnak a címe, amelyet a Borsodabói Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktató kórház kultúrtermében rendeznek március 22-én. A minden orvosi szakterületet érintő program jelentőségéről dr. Nagy Géza, a Semmelweis kórház orvosigazgató helyettese beszélt a Csillag.rádió reggeli műsorában. Végül is megtörtént itt a régió egészségügyi forrásainak koncentrálása, vagyis létrejött a Borsodabói Zemplén megyei központi kórház és egyetemi kórház, akkor most nézzük meg, hogy ez a nagyobb szervezeti egység mire képes, és ezt fel is tudjuk ezáltal térképezni, hiszen olyan a filozófiája a tudományos ülésnek, hogy három szekcióban zajlanak. Az előadások, az elsőben a szakmavezető főorvosok mondják el a legújabb dolgokat a szakmájukról, vagy tapasztalataikat, a másodikban egy teleradiológiai konferenciát tartunk, határon átnyúló radiológiai ellátásra, és a harmadik a szekciónk a rezidensek, szakorvos jelöltek szekciója, hiszen szóhoz juthatnak, előadást tarthatnak. Egyébként mindenkinek elfogadtuk az előadását, csak most nem tudunk lehetőséget teremteni arra, hogy mindegyik elhangozhasson, úgyhogy én szerintem ősszel fogunk. Ezek szerint egy lesz újat, folytatás. Így van, szervezni. Még a fő filozófiát nem tudom, de hogy a rezidensek, szakorvos jelöltek, akik kimaradtak, lehetőséget kapnak, ez a gondolat most határozottan fölmerül. Igyekeztünk egy egyensúlyt megteremteni. Talán olyan előadások hangzanak el, amik célkeresztben vannak a szakmavezető főorvosok részéről. A rezidens szakorvos jelölt kollégáknál pedig a tagkórházaknál igyekeztünk egy egyensúlyt teremteni, hogy mindenki megszólalhasson mindegyik tagkórházból, akár többes esetben is. Azt hiszem, hogy minden előadás vonatkozásában ki lehet azt jelenteni, hogy a prevenció, a megelőzés egy nagyon-nagyon fontos momentum lenne, és önök, szakemberek mindig azt hangsúlyozzák, hogy azért is nagyon fontos, mert hogy a sokkal olcsóbb megelőzni valamit, mint aztán diagnosztizálni, illetve gyógyítani. Most 2018-ban, Semmelweis évében hogyan látja főorvos úr, hogy hol tart a magyar lakossága a prevenció vonatkozásában? Hát a helyzet ebben a szempontból azért még teendőket vastagon ír a füzeteinkbe, de a gondolatához hadd csatlakozok azzal, hogy én 72 és 78 között végeztem Debrecenbe, és az akkori ortopéd professzor úrnak volt egy kicsit adomaszerű megközelítése, de aztán kiderült, hogy volt benne igazság, mert azt mondta, a bokatörés legjobb kezelése a megelőzés. És az ember belegondol, akkor van benne egy csipetnyi humor, de meg valóság tartalom is. Hát az egészség tudatosság az azért szerintem már kezd terjedni. A marhahús fogyasztásra ösztönöz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet a zöldség és gyümölcsféleket népszerűsítő akciói mellett már a marhahús fogyasztására is ösztönzi a magyar lakosságot. Jelenleg fejenként 2-2,5 kg marha és borjúhúst teszünk évente, szemben az uniós átlaggal, ahol ez az arány éves szinten 6-8 kg. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szóvivője nyilatkozott a Csillag.rádiónak. Magyarországon sajnos nem fogyasztunk elég marhahúst. Jelenleg fejenként 2-2,5 kg marha, illetve borjúhúst eszünk évente, ami az egészségügyileg indokolt mennyiségnek csupán csak az egyharmada. Ezért döntöttünk amellett, hogy kampányt indítunk a marhahús fogyasztás népszerűsítéséért. Azzal a céllal, hogy megközelítsük az uniós átlagot, ami 6-8 kg marha, illetve borjúhús elfogyasztását jelenti évente. Van-e arra rálátásuk, hogy a magyar lakosság miért fogyaszt ilyen kevés marhahúst? Mi lehet ennek a főbb oka? Látjuk azt is, hogy nincs a hagyományos étrendben a marhahúsnak a különböző
felhasználási lehetőségeinek az elterjedése. És alapvetően marhapörköltre, néhányan tatárvíztekre gondolnak, és kevesen ismerik, hogy a marhának az egyéb részeiből mennyi finom ételt lehet elkészíteni. 6-8 kg, ami az uniós átlag, az egészségileg indokolt lenne. És miért fogyasszunk marhahúst? Mivel tudnak kampányolni, miért egészséges? Nagyon magas biológiai értékű fehérjéket tartalmaz. A növényi eredetű élelmiszerekkel szemben előnyük, hogy teljes értékűek. Ez azt jelenti, hogy az összes nélkülözhetetlen aminosavat tartalmazzák. Nagy mennyiségben tartalmaz B12 vitamin, ami nélkülözhetetlen a vérképzéshez és az idegrendszer működéséhez. Nagyon fontos vasforrás. Emellett magas a cink tartalma is, ami egyértelműen erősíti az immunrendszert. Meggyőződésem, hogy kiváló minőségű marha hús, illetve tenyészalapanyag áll rendelkezésre Magyarországon. Ezt kamarai tisztségviselőként, illetve tenyésztőként is biztosan állíthatom. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A Csillagpont Rádió napi krónikai jellegű hangos híres esemény összefoglalójának mikrofonjánál a felelős szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Kulturális programajánló Himmer Bertalantól. A Miskolci Nemzeti Színház szerdai és csütörtöki műsora. Március 21-e szerda, Süső a sárkány kalandjai, zenés mesejáték két részben, 10 órától a kamarában, Habakkuk bérlettel látogatható. Ugyanez a mesejáték 14 órától szintén a kamarában tekinthető meg, Dömdödöm bérlet érvényes erre az előadásra. Ablak, ifjúsági színházi előadás feldolgozó foglalkozással 17 órától a játékszínben. A Bohócok a láthatáron csoport előadása. Március 22-e csütörtök. Süső a sárkány kalandjai, zenés mesejáték két részben 10 órától a kamarában, 7 mérföldes bérlettel lehet megtekinteni ezt az előadást, valamint 14 órától ugyanez a darab a kamarában tekinthető meg, az egyszer volt bérlet érvényes. Egy óra versek közt művészeink társaságában 17 órától a játékszínben. A Miskolci Dixielandben Dixi klubja 19.30-tól szintén a játékszínben tekinthető meg. Szolgálati közlemény. Fecske Csaba, EHO 23-ára tervezett 70. születésnapi köszöntése a Rákóczi Ház kondortermében a művészt és családját ért tragédia miatt elmaradt. Csaba felesége elhunyt, búcsúztatása március 21-én lesz. A legközelebbi irodalmi fonó a jövő hónapban kerül megrendezésre. Március 25-én vasárnap 10 óra 30-tól és 16 órától Ciróka Baba koncert a Művészetek Házában. Közreműködik a műsorvezető és forgatókönyvíró Bukáné Kaskötő Marietta. Izgalmas programra hívják a 0-tól 3 éves korosztályt és családjukat Zeneország varázslatos erdejébe, ahol a muzsika, a mese és a móka kapják a főszerepet. A családias hangulatban zajló hangversenyen a gyerekek adott évszakhoz vagy ünnepkörhöz kapcsolódó játékokat, dalokat ismerhetnek meg bababaráti játékos környezetben. Internet Fiesta címmel március 21 és 28 között előadássorozatot tekinthetnek meg Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárban, valamint az Avasi Móra Ferenc könyvtárban. Az egészséges életmóddal kapcsolatos weblapok, gyógytorna videók, a hatékony internetes keresés megismerésében segít ez a sorozat. Március 21-én, szerdán és 22-én csütörtökön egész nap 10-től 18 óráig ebben segítenek az Avasi Móra Ferenc könyvtárban. A II. Rákóczi Ferenc könyvtár mesebirodalma viszont csavart egyet a témán, hiszen az egészséges, tehát okosan szórakoztató oldalakkal ismerteti meg a kicsiket március 21-én délután 1 órától, valamint 23-án pénteken délelőtt 10 órától. A Ludas Matyi előadására kerül sor március 23-án 14 órától az Ady Endre Művelődési Házban, ahol szeretettel várják a gyermekeket. A Napraforgó Meseszínház zenész produkciója humoros formában mutatja be a furfangos szegénylegény történetét. A vidám játék a kicsik nagy mulatságára szolgál, és még a szülők is remekül szórakozhatnak. Jegyár gyerekeknek 500 forint, feltőtteknek pedig 800.
A Herman Otto Múzeum, a Miskolci Galéria tisztelettel meghívja önt és kedves családját március 29-én csütörtökön 17 órára a Rákóczi házba. Kányási Hold Margit textilművész és Fátyol Zoltán képzőművész Egy és Más című kiállításának megnyitójára. A kiállítás megnyitja Kákóczki András művészettörténész. A kiállítás megtekinthető május 6-áig, hétfő kivételével 9 és 17 óra között. A Nap, a Csillag.rádió hírmagazinja. Műsorunk végén nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a magam és a műsort készítő kollégáim nevében is. A Csillag.rádió riportjait, tudósításait, illetve a DVTK híreket, valamint a NAP című híres esemény összefoglalót természetesen visszahallgathatják weboldalunkon is. Látogassanak el tehát a csillag.radio.hu weboldalra, de követhetik munkánkat a Facebookon is, illetve más közösségi portálokon is. Mi csak örülünk, hogyha figyelnek ránk. További jó rádiózást, jó egészséget kívánok önöknek. Németh Csabát hallották. A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.